Na, sziasztok! Kellemes délelőtt, 10:46 van. Elindultam be. Most annyi különbséggel, hogy a Berek 114-ben megyek az Árpád híd felé. Mert fölveszek ott egy csomagot, amit megint majd elviszek, meg bízásra, vagy a külön munkán, és ezt az abszolútba fogom vinni. Ugye a tartsai Vilmosba, hogy kell azt mondani. Ilyen hülye vagyok ezek az nevek, ezt tudjátok. Na mindegy. És közben meg be leszek jelentkezve. Nem onnan fogom most elvinni, több mint valószínűleg már csak délután, amikor éppen van egy kieső óra, mert az ebédidőt nem szeretném elszúrni, de megoldódik, hamar. Na, lassan, de biztosan ide értem. Értem, még nem, de 28, de nem sokára ott vagyok. Ez a 18, 16, 14, jó. Gondolom, ide jövök. Mindjárt kijön az illető. Ez megvan. Már be vagyok jelentkezve a bolthoz, reméljük hamarosan jelenti is. A következő kijárat már forduljon balra. Megérkezett az úti céljához. Megjött a címem, a Pesti Bibi, Kolosi tér. Úgy látszik, az előbb izébe vontam be, gyorsítottba. De már ide is értem, most már csak azt várom, hogy átvehessem. Ha megvan az étel és megyek, akkor a Bécsi út 3-ba. Valószínűleg a villamost el fogom engedni előbb. Gondolom, hogy itt hagyott a kapu. Igen. Eljöttem. Láthatom az első címet. És most megyek tovább. Ordiválok önök a rohadt kamerának, mert süket. Most kaptam meg Marciéknál bisztrót. Imádom ezt.
Ez a második szín. Nem hiszem, hogy átélek, mondtam. Megpróbáltuk. Itt vagyok. Folyton kijön az a hülye kupak. Honvéd utca 16-ban viszem a meglett ételt. Mert megvan. Átadtam a második címet 12:23-kor. Remélem, a több lesz ennél. Tegnap csak ennyi volt, ugye? Hát tovább gurulok, úgy nézem. Ez van. Még nem jött van a harmadik. Filip! Éjjjó! Most semmi baj. Megjött a következő címem, Pesti Pipi Nyugati. Úgy látszik, én vagyok hozzá a legoptimálisabb helyen. Na, lassan megérkezem, lassan megérkezem. Megvan a cím, Weiner Leo utca 5. Frenetikus utak vannak. Ja, hogy ez meg... Én ezt nem tudtam. Ó, basszus kulcs. De aranyos. Ja, de ők meg nem engednek át nektek mindig. Átadtam a harmadik címemet 13:08-kor. Szörnyűséges. Megjött a következő címem. Szia, Black Cap Burger. Rákóczi út. Csak volt egy roppant jó pillanat, és azóta nagyon fáj a bal térdem. Néhány nyomásnál, úgyhogy óvatosan kell indulnom. Nem tudom, mi történt, mert nem szokott vele gond lenni. Szerintem megrántottam hirtelen, mert kérdés. Szia, te már itt vagy? Itt dolgozol? Hello, szia, hello! Wow!
így fölmegyünk. Megjöttünk el. Megyünk a két címmel, Szép utca 5 és Erzsébet tér 1. Na, megjöttünk, már csak le kell adni. Irány az én címem. Szép gép. Kocsika, van nálad kocsika. Hoppá! Ilyenkor jobb ez az út, mint a Bécsi. Vagy a Petőfi Sándor. Du-da-du. Du-da-du-da-du-da-du. Du-da-du-da-du-da-du-da-du. Átadtam, és itt a következő címem a ballahús, amit el kell vinnem az Arany János utca 27-be. Szia! Azt akartam megkérdezni, mert előbb lehet nem jól értettem. Meddig tudom leadni? Jó, hát annál szerintem hamarabb, de jó, köszönöm. Megvan az étel, és viszem az Arany János 27-be. Egyébként a kommenthez hozzászólva, ha egész nap kint vagy, és érnek az ingerek, egy idő után elfogy a türelmed az emberekkel. Tehát aszerint dolgozol, hogy észreveszed a bolondokat. Mert elfogy a türelmed amúgy is, elfáradt, stb. És már feltűnik. Hellóka! Hello! Take care of your life! Father! Igyekszem nem kijönteni a dolgokat. 23. 25. És ott lesz a 24. Szia! Ez a 27. Ezt is átadtam. Immáron az ötödik címemet, nagyszerű. Ezt már szeressük. Szerintem én elindulok a Valavada Absoluthoz leadni a csomagot. Ha közben mégis lesz cím, akkor fölveszem azt. Így azért szebb lesz nektek. Bár már a smog nagyon látszik. Sajnos. Már egyre többen szállnak autóba, feleslegesen egyesével. De hogy egyébként pozitív vagyok, hogy jó kedvem. Picit vagyok csak fáradt, mert nagyon korán ébredtem. És mert ideges attól vagyok, hogy kevés a cím tegnap alig volt. Ma még mindig nem tudtam behozni a tegnapot. Nem erőszakolom meg a lábamat, mert az előbb a térdem nem volt jó, úgyhogy nem akarsz próbálni megint. Rossz helyzetet tovább. Másra nem is tudnék felemelni az én tempomba, ugyanis nem mehetek az úton.
rengeteg fát kivágtak. Na, 41 van. Egész jó lesz ez a beérkezés. Viszont én itt megyek egy jobbot. Hopp. Át a parkon. Megjöttem. Csomag átadva. És most megint visszagurulok a belvárosba. Oda a napfényes irányába. Még mindig be vagyok jelentkezve, cím azóta sem jött. Lehet kapok egy egyetemi éttermet. Nem akarom. Mert a Hidak utcára, vagy valahova föl Istenhegyi. Nem. Nista. Összefutottam Jamállal és Dumáltunk, mint ahogy láttátok, a két videó egy helyen. Busz gyorsabb lesz, mint én, hagyd menjen. Vagy mégse. Hallottátok. Na. Hú, ez jó volt. Egy zöld. Tudtam, hogy ez lesz. Szép volt. Gyönyörű vagy. Hé! Hey! Ez azért megzáprózva az agyuk, de komolyan. Éljük a napfényesedik pogácsára. Hát, cím nem jött több. Úgyhogy... Ijé. Nem megyek haza most. Nem megyek haza, nem. Más nem gurulgászom, nem érdekel. De nem valószínű, hogy sötétedés fog maradni. Csak még egy kicsit. Nem is tudunk menni, mert az a... Drága BMW tulajdonos beállt az útba. Oké, ennyi. Visszamegyek komolyan. Hello? Red lamp!
Több mint másfél óra várakozás után megjött a következő címem, a hatodik Saladbox Eiffel. Jó, hallom, kész is a kaja. Most pont 5 órája vagyok bent. Hova bánatba sietnek, nem értem. Jó égkülök. Ugye? Megvan az étel, és viszem a Szemere utca 9-be. Alkotmány felől fogom megközelíteni. Elég izé. Betonhegyet mászni SPD-cipővel. Halljátok, hogy ropog. Így lehet a legjobban átmenni. Na, átadtam a hatodik címet, több most nincs. Megjött a hetedik címem, mégpedig 3 percre ezelőtt 17:25-kor. Pedig a Tumjan Andrássy út elején. A Dob utca 34-36, azt hiszem a szív. És itt vagyok, Elefántosnál. Sziasztok! Megvan az étel, és viszem a Dob utca 36-36. Megjöttem. Csengetek. Na, szép hosszú lüftácske. És akkor megyek föl, ha jól emlékszem oda. Igen. Hello. Ez a hetedik cím, mint már mondottam volt. Csak a hetedik cím. Meg is itt fog esni? Úgy tűnik, ha? Láttam a hetedik címet. Hát jó. Hívjuk jónak. Ezt halljátok? Címet kaptam, nem hiszitek el, beindultunk. Texas Burger Bar belváros, Veselényi. És hová fogom vinni? Akácfa utca 26. Rövid cím, sok cím. Pudy-purudy. Megvan az étel, és akkor elindulok vele a megfelelő címre, amit megint elfelejtettem. Ja, meg sem nyomtam a gombot, de hülye vagyok. Tehát Akácfa utca. Ez most komoly, gyerekek. Innen annak a háznak a túloldalára fogom elvinni. Itt vagyok, blablabla. A rendelést átadtam, de szólok a vendégnek, mert szerintem nem vette észre, hogy megnyomtam a gombot. Jöhetne még egy cím, ez volt a 8. A 8. És itt a következő címem,
Texas Burger. És jó, hogy akkor 28 vagy. Szia, gyönyörű vagy, igen. Itt a kira, szedik cél, kell az rávárni kicsit. Makacska, kövelhet, makacska, fő. Makacska, csacska, kacska, macska, kövő. Hogy viszont a kerül, hogy van mit csinálni. Csokolom. Megvan a cím, és egy muszáj átmennem, és be fogom adni a József körül 28-nál. Gyorsabb vagy, mint én. Egyszer megértenék, hogy ne jöjjön át, ha nem fér el. Érzeljétek, följöttem a gyalog, pedig van lift. Úgyhogy most fölhívom poénból, és lemegyek gyalog. Meg elnyó vagyok. Hát, ez van. 9 cím, 18-12-kor, és töltőre kell tennem a telefont. És most várom a következőt. Remélem lesz következő. Közben töltődik a telefon is. Megvan az étel, és viszem a veselényi. 24-ben 7 percen van rá. Csányi lesz, macskaköves út lesz, és végül a veselényi. Döntsd el! Hosszan még megjöttem. Ez. Na, kijött az úriember. Elkezdtem menni, de itt volt végül is csak. Hát na. De akkor is rossz helyre jelezte ez a kis fiú. De már jobb a kedvem. Na, 3 perc múlva elértem a 7 órát, úgyhogy végül is teljesen igaza van asszonyságnak. Ma legyek 7-ig, az meg lesz. Itt a következő. Meghallott, hogy el akarok menni. Elveszem hát. Hová kell vinni? Két testvér, török éttermet. Dobuca 28. Mi van, gyerekek? Szívasztok velem, vagy jó kedvetek? Mi történik? Nagy diófasz, tökéletes lesz. Köszönöm. Na, megvan az étel, és viszem a dob 28-ba. Még elvesz egy darabig, nekem tökéletes.
ezt megturboztam, és így is csak 2 perce maradt. Nem baj, ez is cím. Átadtam a 11. címemet. Hát hadd még egyet. De most már nem erőszakolom magam, de hadd, akkor elmegyek érte. Mi történik valami? Igen. Pizza mi veselényi? Interkontinentál apácai cseréjános. Na, ez egy hosszabb cím lesz. Ezt is elvisszük. Megjöttem. Megvan az étel, már csak 6 percem van kivinni, sajnos várni kellett nagyon sokat. Lámpa nélkül nem megyek. Na, most fejeztem be, most nem kaptam másikat, elindulok haza, megint 8 óra lesz 20 perc múlva, most korábban van, még igazából még lehetne is másik, lehet, hogy meg kéne próbálni, nem tudom, félek, hogy megint ilyen messzi címet fog dobni, minden esetre most itt hagyom, ezt majd látjuk, most meg elindulok haza irányba. Jó messzire eljöttem. De nem baj, jó volt. Jó estét! Na minden esetre jó volt ez az este. Úgy látszik, jobb volt, mint a nappal sokkal. Tehát lehet, hogy ilyen délután 5-től 11-ig beérkezőleg jobban járnék, nem tudom. Aztán lehet, hogy ez is megfordul majd. És csak szívok vele, nem tudom ezt se. Felmegyek balra a Bunda útra. Valami történik a zsebemben. De nem az, amire számítottam. Na, csak dobott egy rövid címet, amit még elviszek. Ez a detox, és el kell vinnem a Rákóczi 54-ba. Igazából ez tényleg nem egy hosszú cím. Azt már hazafele visz, de frankon. Egyetlen hátránya van ennek, hogy nem tudom bemenni ebbe a Lidl-ba. Szia! Most benne leszel a tévébe. Végén? Igen. Szia. Köszönöm szépen. Na, szervusz. Már haza akartam menni. Na, mondom, megpróbálom poénból, hátra lesz egy rövid cím. Fogjuk rá egy rövid detoxból Rákóczi 54. Ezekkel meg tudnak engem úgy áldani. Az a baj, hogy alacsonyan ülsz. Igen? Igen. A térded nem nyújtod eléggé, viszont túlságosan behajlítod. Úgyhogy ezt érdemes lenne egy kicsit másképp csinálni. Jó, majd aztán megérzed valami beállítod. Jó, és ne a talpad közepén teker, és ha lehet, használj kemény talpucikot. Én bemegyek jobbra. Szia, örülten! Jó utat! I'm here! Megvan az ételke, a pizzácska, és ezt el kell vinni oda, amit mondtam, ami a Rákóczi út 54. És úgy fogom belevinni, hogy a Dohány utcán keresztül megyek, és majd a végén kijelök a megfelelő helyen. Kifejezetten élvezem.
mindjárt zöld lesz. Pont oda kell, hogy érjek rá, ha nem lesz gáz. Jó, gyalog. Gyere, csak elsőséged van. Na srácok, én befejeztem, itt a vége, bemegyek most ebbe a Lidlbe, mert ez van a legközelebb. Találkozunk legközelebb, remélem jobb is lesz legközelebb. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok. Bá, nincs több timelapse, mára volt elég. Értettük? Na csá, hello!